Szeretettel köszöntöm a Hitélet nézőit, ma Böcskei László nagyváradi római katolikus egyházmegye püspökének vagyunk a vendégei. Köszönöm szépen, püspök úr, hogy vendégül látott és vállalta velünk a beszélgetést. Az lenne az első kérdésem, hogy a püspöki szolgálatára visszatekintve én már 13 éve érte ez a kiválasztás, ez a kegyes kiválasztás, hogy a nagyváradi egyházmegyének az élére került. Hogyan tekint erre a 13 évére? Igen, 13 éve vagyok itt Nagyváradon. Itt megemlíteném mindjárt azt, hogy én Nagytemesváról érkeztem a nagyváradi egyházmegyébe. Bár két szomszédos egyházmegyéről van szó, mégis azt kell mondanom, hogy egy eléggé úgy idegen környezetbe érkeztem. Nem ismertem addig úgy közelebbről az egyházmegyét. Az egyedüli dolog, ami úgy nagyon közel állt hozzám, ugye az a Szent Lászlóhoz való kapcsolódás, Szent László városa, de úgy az egyházmegye realitásait nem ismertem. Éppen ezért egy kicsit úgy váratlanul ért engem ez a megbízás. Egy kicsit úgy izgultam is ezt így elfogadni, volt bennem egy ilyen szorongás, nem tudtam, hogy hogyan fogok tudni majd megfelelni egy ilyen feladatnak, amely egy régi, mondjam úgy ősi egyházmegyének az irányításáról szólt, ugye egy gazdag tradícióval bíró egyházmegye, amelynek mindjárt az első pillanatban így fogalmaztam meg magamnak, nem csak múltja, hanem jövője is kell, hogy legyen. Amikor ideértem, hát mint mondottam, nem ismertem az egyházmegyének a realitásait, és időt engedtem magamnak arra, hogy ismerjem meg az embereket, a helyeket. Ez a kezdetén azt jelentette, hogy sokat utaztam, egyszerűen autóba ültem, és vettem a térképet, és hogy beutaztam az egyházmegyét, bekopogtam a plebániákra, megkerestem papjaimat, akikkel egyébként hivatalosan, úgy hivatalos formákban találkoztunk mi is. Úgymond próbáltunk egy stratégiát kialakítani mindenféle megbeszélések által, de azért fontos volt számomra meglátni, hogy hol vannak, hol élnek, milyen közösségek vannak, milyen templomokban szolgálnak. Ugye ez egy pár évnek úgymond a munkája volt, hogy ezt így elvégezzem, és hogy otthonra találjak. Ez számomra nagyon fontos, és ezt a papjaimnak is mindig mondom, hogy a szolgálati helyünkön meg kell teremtsük környezetünkben azt az otthonnak a hangulatát, mert akkor tudsz az emberek felé közeledni, és az emberekkel tudsz dolgozni. Utána pedig ugye jöttek a prioritások, illetve azoknak a megkeresése és meghatározása. Hát amikor egy új püspök jön, akkor mindig ugye nagyok az elvárások, és ezt én is így éltem meg. De ugyanakkor mindig próbáltam arra figyelni, hogy azért ne felejtsük el azt, amit az elődök tettek, hiszen nekünk nem egészen új alapokat kell keresnünk, hanem nekünk fontos a továbbépítés. Én ebben látom azt, hogy például ez az egyházmegye is majdnem 1000 éve már áll. Az, hogy minden korosztály generáció követi egymást, és folytatódik az építés. Felvállaljuk azt, amit az idők hoznak, néha ugye megtapasztaljuk a felvirágzást, azután vannak ugye a nehezebb idők, amikor talán van visszaesés is, tehát a történelemből ezt nagyon szépen ki tudjuk olvasni, de nagyon fontos az, hogy ugye arra az alapra építsünk, amit már elődeink is ugye megszilárdítottak. És hát így próbáltuk mi is ezt az alapot úgy őrizni, de ugyanakkor meglátni, melyek azok a prioritások, amelyeket meg kell ragadnunk a mostani időkben. Az ifjúságnak a felkarolása volt, az iskola felkarolása, utána a világi híveknek a bekapcsolása az egyházi életbe. Menet közben még kialakult a családpasztoráció, ugyanakkor ott volt egy nagyon nagy program, ami a képzéseknek, a laikus képzésnek a programja, és itt
Itt szinte úgy tapogatózva haladtunk előre, keresve azt, hogy melyik az a célcsoport, amelyre legnagyobb figyelmet kell fordítani. Például nagyon szép emlékeink közé tartoznak ugye azok az események vagy alkalmak, amikor az oktatókkal, nem csak a hitoktatókkal, hanem a tanárokkal, adott különféle iskolákba dolgozó oktatókkal jöttünk össze, lelki napot szerveztük nekik, különböző képzéseket szerveztünk, akkor ébredtünk rá arra például, hogy egy jó matematika tanár is lehet egy hitoktató az ő életével, az ő magatartásával, vagy akár egy bármilyen tárgyat oktató, de hívő ember sokat tehet azért, hogy iskoláinkba eljusson az evangélium üzenete. Tehát ezek mind szép, pozitív tapasztalatok voltak. Vagy ott vannak például az egyháztanácsok testületei, amelyeket újra aktiváltunk, szabályoztuk, hogy az ő jelenlétük ne csak egy úgymond formalitás legyen, vagy egy titulushoz kötődjön, hanem az egyházközségekben a kijelölt és megválasztott egyháztanácsok, illetve tagok bizonyos feladatokat a plebánossal együtt az ő irányítás alatt felvállaljanak, és így erősítsék a közösséget. Sok szép találkozó volt velük. Még elmondanám azt, hogy egyértelmű volt számomra az, hogy nem a nagy csoportokról kell álmodni, illetve a tömegegyházat kell keresni, hanem megtalálni a kisebb célcsoportokat, és akkor velük valamit elindítani, elkezdeni. És a legfontosabb, ami számomra úgy mindig úgy ismétlődött, és mindig elmondtam az, hogy az embereknek el kellett mondani, és továbbra is el kell mondani, hogy fontosak az egyház számára, és szükségük van rá. Legyen ezek fiatalok, vagy idősek, vagy aktívabbak, vagy kevésbé aktívak, de ezt el kell mondani részünkről, hogy fontosak az egyházban, és hogy szükségük van rá. Hogyan tudja az egyház a mai nagyon szekularizált világban a fiataloknak ezt tudtára adni, hogy nem csak úgy tekintenek rá, mint egy statisztikai adatra, akiket megkereszteltek egykor születésüket követően, hanem szolgálatkészen az egyház ott áll mellettük, és befogadja, és szükség esetén segítséget is nyújt számukra. A fiatalok olyanok, mint egy szivacsút, beszívják magukba az üzenetet, az információt. Azután, hogy marad meg bennük, illetve mi és mennyire marad meg bennük, az már egy másik dolog, más probléma, illetve más helyzet. De ugye sokszor hitoktatókkal is úgy beszélünk, hogy igen, az elvetett mag valamikor ugye szárba szökken. Lehet, hogy nem mindig azonnal. De ez is egy pozitív tapasztalat például a mostani időkben, hogy olyan diákok vagy olyan fiatalok, akik mondjam úgy 10 évvel ezelőtt nagyon aktív tagok voltak egy-egy közösségben, azután elmaradtak, azaz úgy néha visszatérnek, és akkor látod a családjukba, vagy látod a közösségükbe, hogy azért mennyire fontos volt a velük eltöltött idő és a nekik megosztott üzenet. Milyen segítséget tudnak nyújtani papoknak, hitoktatóknak ahhoz, hogy a fiatalok között végzett munkájukat kellő hatékonysággal, kellő felkészültséggel tudják végezni? Hát egyrészt ott van az, hogy próbálunk bizonyos képzéseket biztosítani, és a képzés ez nem mindig ismeretek és módszerek elsajátításáról szól, erről is, de nagyon fontos az, hogy lelkileg tudjuk úgy megalapozni ezt a tevékenységet. Mert ez a kommunikációnak az új, mondjam úgy, csatornáira utal, illetve nagyon jó kommunikátornak, vagy egyre jobb kommunikátornak kell lennie a papnak, a hitoktatónak, ahhoz, hogy felfigyeljenek azok, akikhez szólt. Mert ugye lehet valamit csak elmondani, vagy lehet úgy elmondani, hogy az ember utánad jöjjön és kérdezze, illetve kérje, hogy még mondjad, mert érdekli, vagy mert megfogta, megragadta őt az üzenet. Tehát ilyen téren is próbálunk papjainkkal, hitoktatóinkkal úgy, hogy foglalkozni, illetve hát utakat
keresni közösen. Azért mondom, hogy utakat keresni és nem mutatni, mert az is a tapasztalathoz tartozik, hogy nincs két egyforma közösség, és lehet, hogy a vidékiek kisebb a szorványban élő tevékenykedő paptestvérek ugye néha azt gondolhatják, hogy milyen jó a városiaknak, de ugyanúgy a városiak is ugye visszagondolhatják, hogy a vidékieknek könnyebb a helyzetük, mert ugye nincs két egyforma közösség, egészen másról szól a feladat akkor, amikor egy városi közegben vagy közösségben, vagy nagy iskolák, ugye, és találkoznak az emberek, jönnek, mennek, információ áradata alatt állnak, vagy akár a szorványban, ott egy egészen más, úgymond nyugodtabb, de nem védettebb környezetben élnek. És ezért együtt kell keresni ezeket az utakat, és ami ennek a keresésnek mondjam, hogy az alap története az, hogy meg kell osztani egymással a tapasztalatokat, és akkor így tudunk gazdagodni, kölcsönösen gazdagodni. Én ebben látom azt, hogy tudunk előre nézni. Igaz, sokszor megkísért bennünket is az, hogy jó, hát kevesen vannak, hát nem jönnek úgy, hát már megint nehéz összeszedni egy-egy csoportot, egy első áldozásra, egy-egy vérmálásra. Kell lefolytatni, vagy tehát vannak ilyen úgymond kísértések, de nem kell ezzel foglalkozni, ezen túl kell tegyük magunkat, és itt nagyon fontos az, hogy a papok megéljék ilyen értelemben is a kollegialitást, és úgy hordozzák magukat. Azt látom, hogy megjelent néhány éve nagyon intenzíven a katolikus egyházban a családpasztoráció. Ott azokkal a személyekkel, azokkal a családi közösségekkel foglalkoznak, az én meglátásom szerint, akikben megfogalmazódott felnőtt fejjel is a vágy, az igény, az egyházba való visszatérésre, az egyházba való megmaradásra, keresik a helyüket ebben a világban. Hogyan zajlik a családpasztoráció az egyházmegyében, illetve milyen módon jutnak el a családokhoz? Ha a családpasztorációról beszélünk, akkor ezt lehet úgy általánosítani. Igen, hozzátartozik a lelkipásztori tevékenységhez, és ez is tulajdonképpen egy rétege az általános pasztorációnak, lelkipásztorkodásnak. De alapjában véve, ha egy kicsit úgy komolyabban megnézzük, vagy mélyebbre megyünk, akkor látjuk, hogy ez is egy eléggé összetett kérdés, és ugyanakkor egy nagy kihívás. A családpasztoráció is tulajdonképpen azt célozná meg, hogy megszólítsuk a családokat egészében, és próbáljuk az élet különböző, mondjam úgy, szakaszain keresztül kísérni, de ugyanakkor segíteni, hogy ők be tudjanak kapcsolódni az egyház életébe. Tehát, hogy ne csupán egy passzív jelenlétről legyen szó, hanem az egyház jelenléte, az egyház közelsége legyen egy segítség, hogy megéljék hitüket az úgynevezett kicsi egyházban, ugye az egyház, mondjam úgy, alapsejtje a család. Azt tapasztalható, hogy eléggé széleskörű veszélyforrás veszélyezteti a családok létét. A statisztikák azt mutatják, hogy a megkötött házasságoknak szomorúan nagy százaléka válással fejeződik be, úgyhogy mindenképpen úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy az egyház erre a kérdésre és a családra, mint a társadalom egyik legkisebb magjára odafigyeljen és a lehető legtöbb segítséget tudja nyújtani. Ezért próbáltunk odafigyelni azokra, akik készülnek a házasságra, ezért voltak nagyon, nagyon jó, úgymond jegyes kurzusok, tehát ilyen előkészítő programok. Igen, próbáltuk megszólítani azokat a fiatalokat, akik készülnek a házasság kötésre. Évente két ilyen, mondjam úgy, turnusban, kurzusban sikerült őket megközelíteni, bevonni
pár alkalommal egy-egy ilyen találkozóra, ahol nem csak egyházi személyek és nem csak a papok jöttek ott osztani az igazságot, hanem ugye megkértünk, bevontunk tapasztaltabb házaspárokat, hogy osszák meg a tapasztalataikat. Vagy, tehát olyan különböző megközelítésből próbáltuk ugye felvázolni arra azt, hogy amit ők vállalnak, ugye a házas életet, az is egy nagyon összetett valami, de ott egy nagyon szoros együttműködésről van szó, és hogy ezt a nemes és szép vállalkozást nem egyedül kell hordozzák, hanem ott van mellettük Isten áldása, és ott van az egyház. Azután ott van a házasság kötés utáni időszak, ugye. Próbálni őket is megszólítani azután, és megtartani. Azután ott vannak akikre úgy nagyon gondoltunk és figyelni szeretnénk a következőkben, és például a megözvegyültek is, ugye őket se felejthetjük úgy ki, vagy a férfiaknak a megszólítása. Ugye ez nem azt jelenti, hogy kiemeljük őket a családból, de ha a hitvilágról és a hitnek a megéléséről és továbbadásáról van szó, akkor a férfiaknak, férfiakból is kell tudatosítani azt, hogy nekik is egy fontos szerepük van, nem csak a feleségeknek, illetve az édesanyáknak a feladata a hitre nevelni a gyereket, ezt együtt kell csinálni. Nagyon jó tapasztalat volt, most nemrégiben Mária Radnán voltunk egy férfi zarándoklat, ez volt az első ilyen próbálkozás, és láttam, hogy mennyire nyitottak, és mennyire mély, de ugyanakkor úgy egy nyitott, egy őszinte hangulatba telt az a nap, ott voltam velük. Próbáltuk követni eddig is, és továbbra is ezt szeretnénk látni, hogy tényleg melyik az a nyelvezet, amellyel közelíteni tudunk azért, hogy ez az üzenet tényleg úgy átmenjen. Úgy látom a kereszténység szerepét a mostani társadalomban, hogy szinte kötelező megtenni egymás felé azokat a lépéseket, amiben egymásra találhatunk, mint testvérek. Felekezetten, felülemelkedve. Ami számomra nem azt jelenti, hogy feladom a felekezeti identitásomat, hanem arra koncentrálok, hogy megtaláljam azokat a közös elemeket, amelyek bennünket összekötnek, és talán így tudja betölteni mai világban a kereszténység a maga szerepét. Itt én talán egy kicsit tovább vinném a gondolatot, hogy akkor, amikor ilyen útkeresésről van szó, nagyon jól jön most kapura jön, amit a Szent Atya kezdeményezett. 2023-ban készül ugye a püspöki szinódus. Az előkészítésének van egy klasszikus formája, azonban a Szent Atya most másképp szeretné ezt előkészíteni, és ez folyamatban van. Ugye megszülettek a kérdések, de ezt kiküldte a püspököknek, és a püspök azzal kell törődjön, vagy arról kell törődjön, hogy ezek a kérdések eljussanak a hívekhez, és a hívekkel ezt meg kell beszélni. Sőt, nem csak a hívekkel, hanem a társadalomnak a lehető minél szélesebb rétegével. Ez az úgynevezett szinodalitás út. És az egésznek, a kulcs szava az, hogy járjunk együtt. Ez a mottója ennek a folyamatnak. És ez nagyon, nagyon szépen visszatükrözi azt, amit nekünk tennünk kell, hogy el kell indulnunk nekünk, egyháziaknak, és mint egyházi közösségnek is, el kell indulni azok felé, akik talán nincsenek olyan szoros kapcsolatban az egyházzal. És kezdeni kell beszélgetni velük. Ez a társadalmi szerepvállalás az egyháznak, amikor nem csak a közvetlen, közelbe levő egyház tagokért vállal felelősséget, hanem a társadalom egészében próbál úgy megjelenni, hogy a társadalom formáló hatást tudjon elérni mások életébe is. Néhány konkrétumot azokból a kérdésekből, amit a Szent Atya kiküldött a püspököknek, ki tudna emelni számunkra? Hát igen, egy, ami engemet mindig nagyon foglalkoztat az, hogy például a periféria kérdése, Szent Atya ezt is kér, hogy menjünk el a perifériára. Periféria azt jelenti ebben az összefüggésben, hogy azokhoz is, akik talán hogy az egyház perifériáján vannak, vagy nem kapcsolódnak be, nem aktíva, vagy valamiért eltávolodnak. És akkor ugye ez az egyik kérdés, hogy
Mi az, ami miatt ugye valaki eltávolodik az egyháztól? Ugye sokszor ugye megállapítjuk, hogy nem jönnek a templomba, vagy nem kapcsolódnak be. Egyáltalán érdekel-e bennünket az, vagy szeretnénk-e tudni azt, hogy de mi idézi ezt elő? Mi hiányzik talán bennünk? Vagy mit nem teszünk mi eléggé hatékonyan, vagy eléggé jó, vagy eléggé átgondoltan? Mert könnyű úgy mindjárt másokra rámutatni, vagy egyszerűen megállapítani azt, hogy fogyunk, vagy hogy elvilágiasodunk. De mi mennyire tudunk ott lenni az emberek közelébe, az emberek élethelyzetébe, és hogy tudunk mi egy alternatívát nekik adni arra, ami éppen őket leköti és foglalkoztatja. Azután ott van az egyház szerepvállalása a közösségben, a társadalomban. Ugye sokan úgy felnyitották a szemüket, amikor is felemelték a fejüket, és néha hangjukat is, hogy mit akar az egyház, hogy most álljunk szóba mindenkivel, ugye akár a felekezetek, más keresztény felekezetek, vagy nem keresztény felekezetekkel való kapcsolatban is. Ugye biztos, hogy látjuk azt is, hogy nem mindig úgy alakulnak ezek a kapcsolatok, ahogyan szeretnék. Például itt vagyunk egy többségében, ugye ortodox környezetben, és nem mindig tudunk úgy kommunikálni, hogy de akkor se szabad megállni, és akkor is próbálni kell, hogy azokat a kis lehetőséget is felhasználjuk a jó érdekében. Milyen lépéseket tesz ezzel kapcsolatosan Püspök úr, illetve a nagyváradi egyházmegyében, milyen lépések történnek? Ami most történik például itt Nagyváradon is, hogy a katolikus református fiatalok együtt hangolódnak rá húsvétre, most már a második ilyen alap. Milyen szép visszatükrözése annak, hogy haladjunk együtt. Nem azt beszéljük, nem arról beszélünk, hogy mi különbözik ugye egyik néven, hanem mi az, ami közös, mi az, amit egybe tudunk tenni. Bennem nagyon mélyen hatott, vagy reám hatott az adventi találkozás alkalmával, amikor nekem is ugye volt szerepem az ifjúság programjában, olyan értelemben, hogy a templomba kellett bemutatót tartsak a református fiataloknak, és akkor ugye, hát most hogy mutassam be, úgyhogy vonzó legyen egy református fiatalnak a római katolikus templom, és akkor ugye miről beszéltünk? Az oltárról. Az oltár, ami Krisztusnak a jelképe, Krisztus maga, Krisztus, ugye azért, azután ott van a szószék, egy kicsit ugye tovább mentük, református, katolikus, ugye az igének az asztala. Vagy azután ott voltak a szentek, ugye nagyon jó volt ugye egy kicsit elbeszélgetni, ugye mi katolikusok a szentek tiszteletét nagyon, nem hogy csak hogy gyakoroljuk, de úgy közel áll hozzánk, nem annyira, ugye a református vallásban, de egy kicsit ezt is meg kell tudni közelíteni egy fiatal számára, hogy mit érthető abból, hogy mi valakit szentként tisztelünk. Hát azt értheti, hogy egy fiatalnak kellenek példaképek. És ugye a hívő, katolikus hívő ember számára, a keresztények számára ugye a szentek ezek az úgymond példaképek lehetnek, akiktől lehet tanulni, akiknek a nyomdokain lehet haladni. És, tehát megközelítés kérdése, de mindjárt egészen másképp tudtunk beszélgetni, és ugye együtt haladunk. Szinodális út megvalósul. Ugyanezt történt a házasság hetében is, amikor házaspárok eljöttek. Nem csak vegyes házasságban élők, hanem voltak más felekezetűek. Akár ortodox házaspárok is voltak, mert ugye biztosítottuk román nyelven is az anyagot, és eljöttek, és el tudtunk beszélgetni. Ezzel nem azt akartuk, hogy most utána valakit a katolikussá tegyünk, hanem hogy induljon ez a dialógus, és legyünk jelen, és valahogy jusson el az emberekhez az, hogy az egyháznak van egy üzenete a társadalomhoz. Kezdjünk kommunikálni, dialogizálni, és próbáljuk egy kicsit, hogy mondjam úgy, ezt a nyomasztott világot egy kicsit úgy megnyugtatni, és egy kis reményt belevinni. Mert ehhez én még annyit tennék hozzá, hogy ehhez
vagy hogy ez így megvalósuljon, ez szükséges az, hogy egy élhető, mondjam úgy, élhető környezetet kell megteremteni. Nem mindig ugye szükséges bele mélyedni a teológiai... Ez a teológusoknak a feladat. Nem, hanem a mindennapi életet kell nézni, és sokszor én ott látom a problémát, hogy nem ismerjük egymást. Így van. És ha nem ismered a másikat, akkor nem sokat tudsz, akkor csak azt hordozod magadba, amit másoktól hallottál, vagy egyszerűen átvettél. De te nem tettél semmit azért, hogy lássad, hogy te kivel állsz szóval, kivel élsz együtt, kivel dolgozol együtt. És ez a legalapvetőbb, elementárisabb és legszükségesebb lépés. És személyes élményemet hadd osszam meg Püspök atyával. 2016-ban a Torda Szent Lászlói Református Gyülekezet 86 tagjával egy rendkívüli zarándoklaton vettünk részt. 86-on elmentünk Vatikánba, ahol lehetőségünk volt arra is, hogy a Szentatyával találkozzunk. És ott kaptam tőle egy olyan üzenetet, egy olyan megerősítést, ami biztos, hogy a szolgálatom végig, de az életem végig elkísér, ami így hangzott, hogy nem a szentek és nem is a pápák visznek közelebb az üdvösséghez, hanem egyedül Jézus Krisztus, és nekünk erre kell törekednünk, hogy közösen, felekezettől függetlenül közösen haladjunk ezen az úton, illetve tegyük ismerté a Jézus Krisztusnak ezt az útját, ami az üdvösséghez közelebb viszi az embert, közelebb viszi a társadalomnak a tagjait. Akkor azt fogalmaztam meg magamban, hogy úgy fogadtak bennünket a római katolikus egyház legfelső szintjén, mint rég várt szeretett vendégeket. És azzal az elhatározással, megerősítéssel jöttem haza, hogy ezt a szeretetet, amiben részesültünk, ezt a szeretetet meg kell osztani ezzel a világgal, és felekezettől függetlenül mindenkihez ugyanazzal a szeretettel, türelemmel kell fordulnunk ahhoz, hogy a szerepünket be tudjuk tölteni ebben a világban. A mai napra elköszönök kedves nézőinktől. A jövő vasárnap folytatjuk Püspök úrral való beszélgetésünket. Köszönöm szépen ezeket a nemes, nagyon fontos gondolatokat, amelyeket megosztott velünk. Az Úristen őrizze meg következő hét mindennapján önt és kedves nézőinket is. Kövessék műsorunkat a Hitélet Facebook oldalán és az Erdélyi Magyar Televízió YouTube csatornáján.